napokban nagyon felkapott lett a hiperlapses videóm, viszont még maradtak kérdések, úgyhogy úgy gondoltam, készítek nektek egy ultimate hiperlapse tutoriát, amiben megnézzük, hogy mit tudunk ki az Intelóból, egy másfél milliós gépből és egy GoPro Hero 6-ostól jobb GoPro-ból. De kezdjük azzal, hogy mi is ez a hiperlapse. Lényegében egy mozgó timelapse, de mi az a timelapse? A timelapse az az idő múlását jelenti. Teszem azt, most 25 képkocka per másodperccel rögzítem ezt a felvételt, ami azt jelenti, hogy 25 darab képet rögzít a kamera minden egyes másodpercben. Na, itt ugyanezt a 25 képkockát nem egy másodperc alatt rögzítjük, hanem teszem azt fél perc alatt, egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt, és minél nagyobb időközöket hagyunk ki az egyes képek között, visszajátszva a felvétel annál gyorsabb lesz. Miután mozgást rögzítünk, így célszerű forgalmas helyre menni, ahol sok az ember, nagy a forgalom, és akár még felhők is vannak, az nekünk nagyon jó tesz, és hát a belváros az pont ilyen hely. Kezdjük az iPhone-nal. Először is kapcsoljuk be a gridet, amit a beállításokban találunk a kamera almenüjében. Ez halvány vonalakkal segít nekünk a komponálásban. Használjuk a timelapse módot. Próbáljunk egyenletesen a lehető legstabilabban sétálni, ebben segíthet, ha egy kicsit belogyasztunk. Nem csak előre és hátra mozoghatunk hiperlapse készítésénél, én például itt egy félkört tettem. Ezt itt helyben meg is tudjuk csinálni. Egyébként visszanézve a felvétel már alapból szerintem teljesen rendben van, de azért még húzzunk rajta. A CapCutot használtam eddig is, az ilyen telefonos videókhoz, új projektet nyitunk, kiválasztjuk a videónkat, menjünk az editbe, kiválasztjuk a speedet, a curve-t, a custom curve-t. A három középső pöttyöt egy picit feljebb húzzuk, speed rampet adva az egésznek, hogy egy kicsit felgyorsuljon, majd a végére lelassuljon, hogy a néző számítson rá, hogy a lelassulásnál vége lesz a klipnek. Rendben is vagyunk, és a vége fele ellapozunk még, ott megtaláljuk a stabilizátort. Én ezt szerettem a lehető legnagyobbra felhúzni, mert így visszajátszva a videó még stabilabb lesz. A CapCut logót egyébként letöröljük egy gomnyomással. A legvégén megtaláljuk a motion blur-t, adunk neki egy ilyen 18-20 környéki megoldást, ezt gyorsan feldolgozza, és már kész is a videónk. Ez nagyjából egy percet vett igénybe. Na nézzük, hogy mit tudunk kihozni egy másfél milliós kamerából. Ez lesz mindközül a legidőigényesebb folyamat, ugyanis egyrészt nagyon hosszú lesz felvenni, másrészt pedig az utómunkája is nagyon bonyolult lesz, viszont ezzel lehet a legjobb eredményt elérni. Teljesen manuálba fotózunk, ami azt jelenti, hogy mindent, amit lehet, lefixálunk. A fehér egyensúlyunkat is. Ha süt a nap, akkor egyszerűen rakjuk a napocskára. Utána érdemes megkapcsolni itt is a gridet, ugyanúgy, ahogy az iPhone-on tettük, hogy legyen mihez viszonyítani a felvétel során. És minden egyes lépésnél lövök egy képet, ugyanoda fókuszálva. Nem mondom, már lejártam a lábamat, de nagyon jól sikerült szerintem a Sonyval a felvétel. Legalábbis ez majd az utómunka után fog kiderülni, úgyhogy menjünk haza és nézzük meg. Photoshopban vagy Lightroomban szerkesszük meg a RAW képeket, majd mentsük ki egy mappába JPG-ként. Én alapvetően After Effects-be folytatnám a procedúrát, de megmutatom nektek, hogy maga a Premiere Pro mire képes ugyanezekkel a képekkel. Mielőtt behúznánk a kész JPG-ket, érdemes előtte bemenni a Preferences-be, ott pedig a Timeline-hoz. Itt beállítani, hogy az álló képek azok hány frame-ek legyenek, hogyha behúzzuk. Én egyet állítottam be, úgyhogy amikor behúzok ide egy csomó képet, akkor minden kép pontosan egy darab frame lesz a 25 másodperces szekvenciánkon. Kijelöljük az összes képünket, majd leneszteljük. Innentől a program egy videóként kezeli tovább a felvételünket. Húzunk rá egy warp stabilizátort és beállítjuk 30%-ra. Stabilabb, mint volt, az tény. Nekünk kettő egy pontosabb módszer kell. Ezért is átmegyünk After Effects-be. Itt nyitunk egy 4K-s 9:16-os szekvenciát, majd beimportáljuk a képeinket. Fontos, hogy a JPG szekvenciát bepipáljuk. Behúzzuk a timeline-ra, a Windows fül alatt bekapcsoljuk a trackert, kiválasztjuk a Stabilize Motion-t, és két kis négyzet jelenik meg a képen. A belső négyzettel adjuk meg azt a pontot, amit stabilan akarunk tartani. Megnöveljük a külső négyzetet is, ezen a területen fogja keresni a kis négyzetben megadott pixeleket.
Én itt a 23-as feliratot választottam ki, ez végig látszódik a felvételen, és nagyjából középen is van. A jobbra nyíllal elindítjuk a trekkelést, hogyha elveszteni a kijelölt területet, csak állítsuk meg a folyamatot, igazítsuk újra és folytassuk, amíg végig nem érünk. Ezután az Apply gombbal véglegesítjük a stabilizálást. A fekete részeket nagyítással eltüntethetjük, ahol pedig nagyon elmászott a felvétel, ott újraigazítjuk positionnel. Ezután prekompozoljuk minden beállításával, levágjuk a felesleget, majd pedig warp stabilizátorral tovább stabilizáljuk a felvételt 10 és 30% között. Ha ezzel megvagyunk, tovább színesíthetjük a felvételt, ugyancsak speedrampel. Újabb prekompoz után jobb klikkel kiválasztjuk a time menüpontból a time remappinget. Tegyünk keyframe-et a videó végére, egy kicsivel elé, illetve ugyanígy az elejére. A hátsó kettőt kijelölve és közelebb húzva felgyorsítjuk a közepét a felvételnek. A Graph Editorral finomra hangoljuk. Végső effektként pedig használjuk a CC Force Motion Blurt, és ezzel készen is vagyunk. Mint mondtam, ezzel a technikával lehet a legjobb eredményt elérni. A felbontása miatt extrém szerkesztéseket is elbír. A videó pozíciójával, méretével és forgatásával még dinamikusabb mozgást érhetünk el. Ezzel ugyan el lehet pepecselni, de szó ami szó, megérős lehet. Ugyanezt telefonnal is eljátszhatjuk, bár a felbontása miatt elég hamar szét fog esni a kép. Nos, mivel a GoPro a legigénytelenebb eszköz mindközül, ezért ezt csak be kell kapcsolni, átváltani Time Warp-ra, én a 4:3-as képarányt szeretem, így ki tudom rakni Instára és YouTube-ra is. A Horizon Lockot benyomjuk, elindítjuk a felvételt, és csak sétálunk. A GoPro stabilizátorával még csak rogyasztani sem kell. És ha már ez egyben egy 360 fokos kamera is, hát éljünk a lehetőséggel. Hát remélem marad GoPro-m ezután is. Minden esetre megyünk egy rövid kört, elég stabilnak tűnik. Na szerencsére túlélte egész szépen, nézzük is meg, hogy mi lett belőle. Ezt a tableten szerkeztem meg csak a változatosság kedvéért. A GoPro Quick Appear-ben kiválasztom a legjobban sikerült részt a videóból, majd pedig egyszerűen két ujjal beállítom a kívánt látószöget, leteszek egy keyframe-et, majd pedig ezt ismételgetve végigmegyek a videó teljes hosszán. Persze nem csak milliós kamerával lehet hyperlapse-t készíteni, sőt a sokkal olcsóbb vlog kamerának 24 megapixel a felbontása, még az S3-nak csak 12. És a nagyobb felbontással extrém ebben is bánhatunk. Egy nagyon hasznos tip utómunkához, hogyha atmoszféra hangokkal erősítjük a hatást, például város zajjal, vagy egyéb hangeffektekkel. Hagytam a végére egy találós kérdést, ugyanazon a helyszínen mind a három kamerával felvettem egy hyperlapse-t. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek melyik eszközzel készült. Legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!